Akkor indul a csapat Görgényi Vegcsőre, köszöntök mindenkit, az újakat is, akiket még annyira nem ismertünk. És köszöntjük az alapítvány alelnökét, Évi. Picit mesélni nekünk róla, hogy milyen az alapítványnak a munkája, vagy inkább talán mondjuk meséljünk erre a kis kirándulásról. Hát az alapítvány munkája tulajdonképpen a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, nagy családoknak a segítése. Nem kimondottan szociális jelleggel, hanem a szabadidős programokat is ugye felölelve, és így a kézművesség itt jött be a képbe. Janiék nagyon jó kis kézműves csapatot hoztak létre itt, és úgy gondoltuk, hogy ebben az évben a pályázatot ennek a kis csapatnak a javára adjuk el. Lesz ez a kirándulás, én úgy gondolom, hogy ez hasznos lesz nektek, és nagyon jó szórakozást, jó pihenést kívánok. Köszönjük a csapat nevében is, mindenki köszöni, és igyekszünk jó érezni magunkat, és sok-sok információval hazatérni, vagy remélhetőleg lesz képi és videó formája is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy szerintem indulunk, mert aztán a szegedi csapatot fölvesz. Azért vagyok itt, vagy olyan minőségben vagyok itt, hogy én voltam az, aki elkövette ezt a pályázatot, ezt a merényletet ellenetek. Remélem nem fogtok nagyon haragudni rám érte. Jó utat kívánok mindenkinek! Köszönjük! Menjen!
a fogon megered, megered. Játszunk féle elege, elege. Szegény ember nem tudja, hogy az asszony megcsalva, hogy az asszony megcsalva a sötétben. Macva fogon szegény ember nem tudja, hogy az asszony megcsalta, hogy az asszony megcsalta a sötétben. Két út van előttem, melyiken induljak, két szép hát egy picit váratlan, de Görgény üvegcsőre érkeztünk meg. Este érkeztünk, már kicsit sötétet is ki, úgyhogy beköltöztünk a szálunkra, ami itt fönt van. Majd ezt holnap fogjátok látni, hiszen be fogjuk mutatni mindenkinek. Egyébként egy nagyon szép szállásunk van, fából készült benti rész. Én azt gondolom, hogy a település ez igazán hű változatot kaptuk. Nem tudtuk, hogy milyen szállást fogunk kapni. Kellemes meglepetés volt a szállásunk. Majd ezt holnapi napin, de ahogy mondtam az előbb, ezt látni fogjátok. Van lent étkezdénk is, tudunk főzni. Most annyit tudtunk még a mai nap folyamán elintézni, hogy találkoztunk azokkal az emberekkel, akik minket most segíteni fognak. Most inkább egy picit pihenő lesz, és még talán egy kicsit vacsorát fogunk készíteni, aztán szerintem mindenképp, talán még egy kis séta lesz a településnek a fönti részén, amit majd szintén fogunk nektek bemutatni, aztán egy kis pihenő, és akkor holnap visszatérünk erre. Milyen programokra számítunk holnapi nap, illetve tábor 3 napja alatt? Hát holnapi nappal kezdődően fogunk ugye forgatásokat készíteni, mint amit ugye a pályázaton belül lesz egy táncház, amit ha minden jót tudok, talán most egyelőre, hogy az még a nap pontos időpontját azt nem tudjuk megmondani, az pénteken vagy szombaton lesz. Egyébként lesz egy esküvő a településen, és szinte a fél falu ott fog részt venni rajta, úgyhogy próbálom mindent úgy megoldani, hogy a lehetőség szerint ezt természetesen tudjuk bemutatni. Tudomásunk szerint lesz csipke, tehát ugye van egy csipke gyűjtemény, amit talán be tudunk mutatni, meg hát egy csomó olyan apró kellemes meglepetés ért már minket, amiről majd a holnapi, vagy akár a holnap utáni, vagy utáni napon fogunk tudni bemutatni. Egyelőre azokra nagyon sokat nem tudok mondani, amiket nekünk említettek, azt majd látni fogjátok, és akkor mondom, hangsúlyozom, hogy az lesz a végeredmény, amit ugye ténylegesen be tudom mutatni, de ezek egyelőre úgy látszik, hogy már a holnap elkezdődően tudnunk pár olyan videó részletet adni, amivel a nézőket is tudjuk egy kicsit lukkedet elvidíteni. Én azt gondolom, hogy ezt tudni kell, hogy ugye Balázs csak Istelek és Szeged részvételével történik, hiszen a csapat jó része ezen településekről származik. Azt tudni kell, ugye, hogy Görgény üvegcsőre és Balázs csak között közel 600 kilométer van, tehát közel egy ilyen 9,5 órás útunk volt. Ez azért is volt jó annyiból, hiszen együtt jöttünk. Ez már megmutatta azt a példát, hogy jól működik együtt a csapat, nagyon jól érezték magukat, már a hangulat nagyon jó, tökéletes, most a csapat kint van és vár ránk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó építő jelleggel fog mindenkinek jelenteni.
Tehát ez mondom, a látszódni fog a videókon is, hogy legalábbis igyekszük azt elérni, hogy, hogy mindenki jó érezze magát, ki tudjon kapcsolódni, és talán azt a picit, azt a világot vissza tudjuk adni nekik, ami talán a mai rohanó világban már nem igazán érvényesül akár a mi településeinken, hiszen már egy picit mást élünk. Most azért fönt vagyunk a hegyekbe, gyönyörű, szép, tiszta helyen vagyunk. Ugye a tévénézők ezt nem fogják látni sajnos, de ezt mi már érezzük. Az emberek egyébként nagyon-nagyon pozitívan állnak hozzánk, nagyon kedves emberek vannak. Köszöntjük a nézőinket, itt vagyunk a Kántor családnál, és horgolást fogunk bemutatni. Picit meséljen nekünk, hogy mit akar ez, mit jelent ez. Mióta tetszik készíteni? Hát... nagyon rég már van ennek, vagy 10-15 éve is, hogy csinálom. Gyönyörű szép munkákat látunk itt, angyalkákat, majd a nézők később fogják látni a képeket. Mondjuk beszéljünk arra, hogy készül egy ilyen munka. Látszik, hogy gyönyörű szépen egybe van és nem mozdul el. Ez hogy készül mondjuk, egy picikét erről tessék mesélni nekünk? Hát meghurgolom egyszer a cérnából, és utána kikeményítem. Mennyi ideig készül egy ilyen? Hát, kb. Olyan 2 óra. 2 óra? Hogy meghorgolom. Aztán a keményítési része az bonyolult. Az a legnehezebb. A horgolás sokkal. Az nem, hanem a keményítés. De gondolom rá kell állni a kéznek, hogy ez egy ilyen munka 2 óra alatt elkészüljön. Igen. Itt látunk nagyon szép munkákat. Amit itt látunk, ennek mi a neve? Majd ezt meg is mutatjuk a nézőknek, ugyanis ezek ilyen elég szép nagyok. Azt hallottuk, hogy ezek nagyon drágák és nagyon sokáig készülnek. Igen. Mi ennek a pontos neve? Banglász. Banglász? És gondolom ezek ilyen díszes asztalterítők. Igen. Megvan a funkció, hogy ez esküvőre, vagy alkalmakra, vagy egy csak egyszerű díszkész? Bármikor, bárhova, így asztalra, vagy szeklény sorra. Ez gyönyörű szépen meg vannak munkálva. Mennyi idő egyet? Gondolom ez már nem 2 óra alatt készül egy nem, ilyen. Nem, az nagyon munkaigényes. És erre van egy minta, vagy van. Mi alapján anyagra készül? Anyagra van rárajzolva a minta, és arra kell rávarni a zsinort. És utána ki kell köszönjük tölteni. Szépen, Rózinak mutatott egyet. Úgyhogy tessék nekünk bemutatni kb. Hogy készül. Tehát mondjuk az alapja, mert egy ilyen, tehát a nézők szerintem mi sem tudjuk, hogy készül. Tehát mi az alap, amivel tetszik tudni kezdeni? Hát először ezt a zsinort varrom rá az anyagra. Igen. Ami ki van rajzolva, és vékony cérnával felfogatom. És ezt egyenként föl tetszik varni? Igen. Az igen. Igen. Gyönyörű szép. Utána aztán töltöm ki. Itt látjuk a formákat, itt gondolom vannak jellegzetés minták. Van külön jelentés a mintáknak? Nincs. Ez megtetszik egy minta, akkor... azt tehát megcsinálom. Amit szeretek, azt megcsinálom, de ami nem tetszik, azt ott nem. Igen, másnak az általában művészek is így szoktak dolgozni vele. Azt nem csinálom meg, mert nem szeretem. Nagyon szépen kidolgozottak a minták. Úgyhogy... hát jó, mikor meg van keményítve ez is, akkor egészen másképpen néz ki. De én ezt még nem tettem fel, nem használom, akkor nem keményítem. Itt látszik, hogy a színe is más. Más van egy különböző színe, itt van ez a kis kosár. Ez ilyen szín, vagy színezve lett utána? Nem, ilyen szín. Alapból ez lesz talán igen, a forma. Igen, anyag. Ez ilyen szín. És ez megint, ez a fonal ilyen szín. Ez megint, ez fehér. És ez cukor sziroppal készül, ugye? Igen. Jól tudjuk? Igen. Látom, itt vannak gyöngyök is belefűzve. Kell, hogy szikán a szem is. Igen, de egyébként nagyon, igen, mert itt ha lehet látni, hogy belülről egy nyuszika van benne, körbe az egész. Hát itt elég sokféle. Itt külön látunk nagyon szép angyalkákat is. Ezt ha megmutatjuk a nézőknek is. Na például az angyalka hogy készül el, hogy itt letesszük? Hogy hát ez külön van hozzá? Nem. Ez is egybe készül? Az angyalkát megkezdem itt ezt a szakasztóját. És utána a feje, utána jön. Szárnyai, és akkor ezzel ugyanúgy egyben van. Igen. És a fejét kitömöm. És hogy lesz ilyen szép, egyenes formája neki? Tehát ez valamire rá van rakva, és akkor hogy lesz? Igen. Van egy tojás forma, vagy valami hasonlóan? Golyos dezodornak a... milyen egyedi? Tetejére. De nagyon szép és látványos. De másképpen egy formára nem lehet megcsinálni. Gyönyörű szépek egyébként. Arra szoktam ráhúzni. És ez mennyit ott készül egy ilyen?
Hát mennyi idő alatt készül? Hát olyan 3-4 óra a horgolása annak. Hát az már eleinte kell mondjuk kellett egy óra, mert még belejön a kez az embernek. De már amikor belejön, akkor nem. És a tojásforma hogy lesz ilyen szép? Mert hogy ezt gondolom nem lehet csak úgy ráhúzni valamire. Nem. Azt lufit teszek bele, azt ja, fújom lufival, fel. És akkor úgy lesz kialakítva a forma. Nagyon leleményesek. És hogy ennek is ugyanúgy lufival. Tehát, csak hát sokat kell számolni, mert amikor kötök, akkor nem beszélgetek. Mert hogyha nem találnak a szemek, akkor nem jön ki gömbres, a tojás se. Mikor készülnek ezek az anyagok? Ez függ attól, hogy téli-nyári időszak van? Alkalmakra, vagy csak úgy hát általában kertelésre. Már olyan szeptemberben neki szoktam fogni a karácsonyi dolgoknak. És vége lesz a karácsonynak, akkor már a húsvéti dolgoknak. Most mivel, hogy előbbre van tolódva minden a készülődés, a karácsonyja is, akkor már november végén szinte le van járva a szezon, mert annyira előre vagyunk vele. Ez egy gyönyörű szép munkák. Itt az előbb, ahogy jöttünk fölfelé az utcán egy házzal vissza is láttam gyönyörű szép horgolt harangokat. És ez hogy működik, hogy az emberek eljönnek, vagy előre rendelnek ilyet, mert tetszik és ismerik? Van, hogy rendelnek, van, hogy eljönnek ide házhoz, van, hogy meghívnak, és akkor elmegyek bemutatásokra. Nagyon szépen köszönjük ezt a bemutatót. Mert én arra reáírek, ne nézz rám, ne.
lett az indítatás, hogy ezt el tudsz kezdeni készíteni, vagy ezeket a munkákat? Hát úgy, hogy nagyon szeretek kézimunkálni. Az előbbében láttuk, hogy bemutatta, hogy hogyan kell horgolni. A Feci barátunkból mikor lesz egy ilyen mester, mint ön? Hány 10 év lesz az? Nem tudom. Azt nem tudom megmondani. Gyakrabban kéne jönni akkor, hogy megtanuljam. Még sose tudni, az is lehet, hogy többet is jöhetünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a nézőinknek és a Kántor családnak, hogy eljöttünk és megnézhettük ezt a sok gyönyörűséget. És így a tévé előtt szeretnék sok gratulációt az ifjú hölgynek a holnap utáni esküvőjét. Igen. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttünk, és hogy megmutathattuk ezt a sok gyönyörű, szép munkát. Nagyon szívesen. Viszontlátásra.